volt a egy hetük. A ködös Albionban? Igen, igen. Nagyon kedves, hogy kérdezi. Ugye hát az Arundel kastélyról már tettünk fel egy eposzt. Így van. Az apropó, miért kimentünk, az egy 7000 fős ünnepség volt. Egy gigantikus sátor, gyönyörűen feldíszítve, izzósorokkal, égőkkel, mindennel. Az egy nagyon tanulságos pont, azért 7000 ember. Tehát látjuk, amikor egy metróból kiszáll 120 ember, hogy az milyen kavalkád. Na most ezt a 7000 embert, ezt kb. 10-15 perc alatt terelik ki a sátorból. Olyan profik dolgoznak együtt ezen, észrevétlenül. Észre sem veszi az ember, hogy már kijutott a 7000 emberrel együtt, ami lenyűgöző, de ha az ember mögé néz egy picit, és belegondol, hogy ez mit is jelent felkészültségbe, ezek hogyan tudnak úgy együtt működni, hogy van az egész előre megszervezés kitalálva, akkor lesz igazán lenyűgöző a dolog. Nem semmi. Ja. Ugye itt van egy külön speciális ebéd, vagy vacsora, amit külön a szabadságérmeseknek tartanak. Ez igaz. Ami azt jelenti, hogy a világon összesen egy 30-40 ember szokott ezen ott lenni. Nem is túl sokkal több, aki hivatalos. És hogy hogy került oda? Tehát, hogy értem én ezt, hogy végül is egy ilyen vidéki csávó Magyarországról elsőként vagy másodikként ugye Kunfalvi Ákos íróköltővel és igen. Sportemberrel megcsináltatok egy nagyon humanitárius dolgot, a drogmentes Magyarországért maraton, amit ugye mi is nagyon komolyan támogatunk. A fiam is dolgozott ott egy évet. Emberáldozatot is hoztak igen, családilag, ez gyönyörű. Szóval hogy került oda ebbe a társaságba? Hát a válasz egyszerűen magam sem tudom. Ez egy valóban egy nagyon szép méltó elismerés, ezt szabadságéremnek hívják, olyan emberek kapják, akik minimum országos hatást váltanak ki valamelyik társadalmi jutó területen, ez lehet az oktatás, lehet bűnmegelőzés, lehet katasztrófavédelem, lehet a drogmegelőzés, ami a mi esetünk volt, lehet az emberi jogok. Tényleg Magyarországon elsőként kaptuk meg. Ez nem egy jelentkezéses alapon működik, hanem minden évben megnézik, hogy mely projektek méltóak erre, így kerültünk ebbe a körbe. És tény, hogy ez a vacsora ez, és a másnapi ebéd az egy lenyűgöző élmény, hiszen azért ezeknek az érmeseknek a javarésze hozzánk hasonlóan egyszerű vidéki arc, tehát a 10 milliós országból, hát nagyobb városok vannak ezen a bolygón, kérdezik, gondoljunk bele. És amikor az ember leül egy olyan asztalhoz, ahol így sorakoznak a villa, kés, kanál, olló minden két oldalt, azért az ember ott elgondolkodik, hogy még milyen szintjei vannak a létezésnek. De nagyon jó érzés, hogy ilyenkor olyan sokak által ismert nagyságokkal lehet találkozni, Csikóra, a John Travolta, a Tom Cruise. A hosszú évek folyamatos kitartó munkája az egyik, ami kell hozzá, a másik pedig, ami ezt megelőzi, egy olyan nagyságrendben való gondolkodás, az ember egy olyan célt rakjon ki, ami a környezetének nem biztos, hogy reális lenne, de a keveseknek megvan ez a bátorsága, és ez az, ami egyébként szerintem decemberben is jó téma lesz, hogy egy igazi vezető az, aki megálmodja a nagy célokat, és a vezető kalibere fogja eldönteni azt, hogy az a csoport, amit ő irányít, az végül meddig fog eljutni. Semmi más nem határozza meg, mint hogy az, aki az egész mögött áll, az mekkorában mer álmodni. Nem semmi. Akkor ez egy kaliber tréning lesz? Akkor ezek szerint, amit ön tartani fog nekünk decemberben? Igen. Az a Sovánka kis blokk, amit beengedett, ahol befuszakoltam magam, és még hála Isten, hogy a szavazást sikerült egy kicsit korumpálnom, és bejutottam végül a ligába, ennek nagyon örülök. De igen, mert aki kaliberként jön, az meg fogja kapni kaliberként, amire szüksége van, hogy pöccenjen még egyet. Aki meg nem feltétlenül nagy kaliberként akar jönni, hiszen az, hogy ki mekkorában játszik, azt mindenki saját magának dönti el. Tehát aki azt mondja, hogy csak induljunk el egy biztonságossal, vagy érjünk el egy biztonságos szintet, ugyanazok az elvek működnek rá, csak lehet azzal nagyot is robbantani. Mindenki eldönti, hogy mekkorát szeretne robbantani, de az esély meg lesz rá, hogy nagyot robbantson. Ez jól hangzik. Hát muszáj volt önt engedni, mert 197 igen szavazat, szemben 5 vagy 6 nem szavazattal. Igen. Néztük is, hogy az 2,5% szavazott arra, hogy nem. Azokat is én fizettem le, hogy hitelesnek tűnjön a dolog, mert ja, nem szokott. Úgyhogy várjuk szeretettel akkor december 5-én sósul. Megtisztel, köszönöm, össze fogom szedni magam, megígérem.